Elhallgatott gyalázat, határon 89 és még sok más. A rendszerváltással kapcsolatos dokumentumfilm kerül bemutatásra Zentán. Az érdeklődők megtekinthetik Kozma Zoltán Megbocsájtani igen, feledni nem című alkotását is. A rendszerváltó filmek fesztiválja először kerül megszervezésre Vajdaságban. Két generációnak a filmeit láthatjuk az elkövetkező héten. A idősebb generációt, akik végrehajtották a rendszerváltást, hogy ők hogy látják ezt a korszakot, illetve a fiatalabb generációt, akikkel szeretnénk megálmodni közösen a jövőt. A fesztiválra magyarországi és vajdasági alkotók filmjei kerültek be meghívásos alapon. Az esemény zentai társszervezője a Túlzó Lajos Művelődési Oktatási Központ. Célja a kultúra közvetítése, a dokumentumfilmek népszerűsítése. A Memento rendszerváltó filmek fesztiválja azért fontos a Túlzó Lajos Művelődési Oktatási Központ számára, mert a filmművészet kategóriájában egy különleges jelentőségű a dokumentumfilmeket bemutató fesztiválról van szó, és ez ritkaság számba megy a mi területünkön, a mi régiónban. A 4 napos filmfesztiválon bemutatásra kerülő filmeket a szakmai zsíri mellett a közönség is pontozhatja. Az eseményt irodalmi estek, beszélgetések is színesítik. A szervezők a kultúra és a történelmet kedvelő mellett a középiskolás gyerekeket is beszeretnék vonni. Úgy gondoltuk, hogy a fiatalokat mindenképpen szeretnénk megszólítani, a középiskolás tanulókat elsősorban, mert hogy olyan filmeknek a vetítésére kerül sor, amelyet nem biztos, hogy látnak, vagy esetleg hallanak olyan tematikáról történelem órán, magyar nyelvi és irodalom órán, és ezáltal a történelmi eseményekhez, a közelmúlt pillanataihoz is közelebb kerülhetnek. Az esemény ingyenesen látogatható, viszont helyfoglalás szükséges.